Sziasztok! Itt vagyunk az AIK Golyabáján, ami Golyabán révén egy kiöltözős buli. Én ezt a nyakkendőt tudtam megködni magamnak, úgyhogy elsősorban keresünk valakit, aki meg tudja ködni a nyakkendőmet. Tudtok nyakkendőt kötni? Tudom! Mennyi időbe telt elkészülni a bulira? Hát nekem ez olyan 5-10 perc volt. Nem volt túl sok. Igazából csak fogtam magam és felvettem az egyetlen egy ilyen kiöltözés ruhámat. Hogy bírod a kiöltözős bulikat? Kicsit sem, egyáltalán nem. Én most nézd, olaszosan járom a világot, hát látod, hogy kiöltöztem, lakcipő, ing, öltönygatya, mindenféle. Az öltönyömet valahol letettem, hát meg is kell találnom, mert mondom, hogy fogalmam sincs, hogy hol van. AIK-s bulira nem lehet túlöltözni, ez az alapszabály. Fontos az, hogy legyenek kiöltözős rendezvények. Mi a kedvenc részed a rómaiokból? A legis akció periodicisse uavitri postulationem. Gondolom, ez mindenkinek teljesen egyértelmű, tehát nem kell elmagyaráznom, hogy miről van szó. Hogyha miniszter lennél, minek lennél a minisztere? Mindennek. Zalaegerszegnek. A római jogé. Kulturális miniszter! Milyen tulajdonságokkal kell bírni egy jó AIK-ásnak? Ambiciózus mindenféleképpen, szereti a kihívásokat, szeret élni nyilvánvalóan. A szorgalom az nagyon fontos, ezen kívül hát fogékonyság az adott anyagra, mert hogyha valaki nem tanul, nem szorgalmas, nem érdekli, akkor kész vége, megbukik egyből. Őszinte és nagyon magabiztos. Tudnád esetleg idézni a kedvenc részedet a római jogból? Bonafide. A per fogalma. Jogerősen megítélt ítéletet igazságként kell elfogadni. Ki a legnagyobb király? Max Weber a legnagyobb király.